Kinek mi a kedvenc szórakozása? A kedvenc színe, vagy éppen hány testvére van? Ezt is megtudhatták egymásról azok a diákok, akik az elkövetkezendő, elsősorban jelenléti oktatással járó hétköznapokat majd már együtt töltik. A sátoraljaújhelyi piarista kollégiumban hagyomány, hogy az újonnan érkező fiataloknak egy ismerkedési délutánt is szerveznek annak érdekében, hogy még szorosabbá fűzzék közöttük a baráti köteléket. Ennek köszönhetően akár a tanulás is könnyebben mehet, mondta a híradónknak Sebes Péter igazgató. Egy nagyon jó kis közös, ismerkedős, csapatépítős programot állítottunk össze, amely nem csak abból állt, hogy itt a kollégiumban, hanem megmozgattuk őket, kicsit Zemplénnek a szépségét is szerettük volna megmutatni, hiszen kalandparkba kivinni őket, kicsit a hegyközbe, hogy lássák azt, hogy hova érkeznek, nem csak Sátoraljóhely, hanem ugye Sátoraljóhely és a gyönyörű környezete. És akkor most este és a holnapi nap folyamán pedig olyan kis játékokat állítottunk össze, amelyben megismerkedünk a kilencedikesek egymással. Én nagyon örülök neki, mert 22-23 új jelentkezőnk van kilencedikes, ami egy biztató szám, hiszen azért nekünk fontos az, hogy azok, akik ide érkeznek, ugye minimum annyi, amennyi kimenő diákunk van, de hát ez sokkal több, úgyhogy így egy biztosan stabilan tudjuk kezdeni a tanévet. A diákok az 5. István Katolikus Szakgimnázium és Gimnázium, valamint a Kossuth Lajos Technikum, Szakképzőiskola és Gimnázium tanulói. Sebes Péter azt is hozzátette, bíznak abban, hogy jelenléti oktatással segíthetik majd őket. Szlovákiából érkeztem Ágcsernyőből, és igazából ez a piarista kollégium, meg ez az egész azért jöttem most ide, mert hogy azért könnyebb így megismerkedni mindenkivel, és jó ilyen kapcsolatú barátságok alakulhatnak itt. Nagyon bízunk abban, hogy jelenlétben tudunk majd gondolkodni, és akkor ez a jelenlét a piarista jelenlétre is vonatkozik, hiszen most már három atya segíti munkánkat, illetve hát nagyon fontos az, bár az online térben is folytattuk azokat a programokat, amelyek fontosak a kollégium nevelése szempontjából, mint például a kísérés, az a gondoskodás és az a törődés, de mégis más, mikor itt vannak, mikor beérkeznek, naponta látjuk őket, megvannak a reflexiók, és nem csak egy képernyőn keresztül tudjuk velük tartani a kapcsolatot. Ezeket a programokat szeretnénk tovább vinni a atyák segítségével, beosztva a diákokat egymás között. Tehát én azt gondolom, hogy már szinte az intézményi kultúra részévé válnak ezek. Az új diákoknak is szeptember 1-én, azaz jövő héten szerdán kezdődik majd az új tanév.